Brutus, a sérült kankutyus pár napja került be az állatotthonba egy hatalmas sebbel a hátsó lábán. Sajnos nem ő az egyetlen sebesült négylábú. Tüzelési időszakban a kankutyák előszeretettel szöknek el otthonról, és ezek a kalandok sokszor komoly sérülésekkel érnek véget a számukra. Az ilyen balesetek és a nem kívánt almok száma is csökkenthető lenne az időben elvégzett ivartalanítással. Nagyon sok állat kerül a kidobásra Magyarországon évente több mint 100 000, sőt, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy több 100 000 kerül kidobásra. Ezért nagyon sok kóborállat van Magyarországon. Ebből a szempontból szeretnénk felhívni az ivartalanításra a figyelmet. Állatotthonunk jelenleg tehát házzal működik, 120 férőhelyen körülbelül 190 kutyusunk, és 30 férőhelyen körülbelül olyan 80 darab cicánk van elhelyezve. Az állatotthon bár teltházzal üzemel, amikor örökbefogadásról van szó, alaposan megvizsgálják, hová kerülnek a négylábúak. Egy beteg állatot kifejezetten, hogyha sérült, mozgássérült bénakutyusról beszélünk, mindenképp olyan helyet próbálunk neki keresni, ahol erre adottak a feltételek. Tehát olyan helyet például, hogy lakásban legyen tartva, az udvar akadálymentes legyen a kutyus számára, de mégsem legyen felügyelet nélkül hagyva. Tehát mindenképp próbálunk minden feltételt figyelembe venni. Az állatok világnapja 1931-e óta október 4-e, vagyis Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halálának napja. Ilyenkor nem csak a házi kedvencekre hívják fel a figyelmet, hanem a vadon élő állatokra is. A jeles nap alkalmából a Nyíregyházi Állatpark 50%-os kedvezményt biztosít minden látogatójának. Évente más-más tematikája van az állatok világnapjának. Az idei rendezvény kiemelt témája a hazai erdők élővilága, a nap kiemelt állata pedig az európai bölény. A gyerekeknek lesz nyomolvasás, erdészeti bemutató, múzeumozó a Józsa András Múzeum pedagógusaival, kézműves foglalkozás és játékos feladatmegoldás is. A programok a délelőtti órákban zajlanak majd, amíg délután a megszokott állatbemutatók a papagáj és fókasó tekinthető meg.